Bátaszékváros önkormányzata saját fenntartású konyhával biztosítja a közétkeztetést a településen. Pozsolik Róbert polgármester azt mondja, a veszélyhelyzeti időszakban nem egyszerű ezt a feladatot ellátni, hiszen jelentősen lecsökkent az elkészítendő ételadagok száma. Egyrészt a közoktatási intézményekben jelenleg nem folyik oktatás, óvodában is sokkal kevesebben veszik igénybe az ellátást. Ettől függetlenül úgy döntött a város képviselőtestülete, hogy a konyha üzemeltetéséhez és működtetéséhez szükséges költségeket maradéktalanul biztosítsa. Valamennyi dolgozót további jogon is foglalkoztatunk, független attól, hogy adagszámban jóval kevesebbet főzünk ebben az időszakban, mint korábban. Azt gondolom, hogy minőségében azért jelentősen tudtunk változtatni. Két menüs rendszerben készülnek az ételek. Ki tudunk szolgálni egyébként vendégebédként a város lakói számára is ebédet, tehát nyugodtan jöhetnek és igénybe vehetik a szolgáltatást. Tulajdonképpen a közétkeztetés feladata, közétkeztetés megoldási feladata az önkormányzatok kezében van. Itt Bátaszéken úgy oldotta meg az önkormányzat, hogy az intézményünk részévé tette, intézményünkhöz csatolta, ezért is a nevünk a Bátaszéki Mikrotérségi Óvoda, Bölcsöde és Konyha. A konyhánk az iskola épületében üzemel. Két menünk van már évek óta. Az A menü az a közétkeztetés menüje, tehát a gyerekek étkeznek az A menüvel, de bárki választhatja. A B menü az a vendégeké. Igyekszünk olyan ételeket főzni úgy az A meg a B menüben is, ami változatos. Azon felül, hogy meg kell felelnünk bizonyos előírásoknak, próbálunk még olyan újításokat is bevezetni, hogy mondjuk olyan fűszereket használunk, amit eddig nem használtunk, vagy próbáljuk minél változatosabb módon előállítani azt a bizonyos alapanyagból az ételt. Miután elhatároztuk, most már igazából egy éve vagyunk ebben a projektben, hogy így mondjam, hogy szeretnénk változatosabbá tenni az étkezést, az ételeket. Lassan, de biztosan növekszik az igénylők száma. Az, hogy most rendkívüli szünetet rendeltek el, vagy akár iskolai tanítási szünet van, tavaszi szünet van, ez nem jelenti azt, hogy bezárt volna a konyhánk, sőt, mi ilyenkor is főzünk, mi igazából egész évben elkészítjük az ételt, és el lehet vinni éthordóban. Az éthordóban mielőtt belekerül az étel, azt mi mosogatógéppel elmosogatjuk, gyakorlatilag fertőtlenítjük. Tehát van erre lehetőség, hogy a városból bárki elviheti, és bármelyik menüt választhatja. Április végén úgynevezett népkonyha is indul a városban. Ezzel naponta egyszeri meleg étkezést biztosítanak a rászoruló családoknak. Egy új szolgáltatási formát kívánunk bevezetni az elkövetkező időszakban. Ezt a szakma a népkonyhának hívja. Egy alföldi társadalmi szervezettel vettük fel a kapcsolatot. Velük kötünk szolgáltatási szerződést, és rajtuk keresztül tudunk majd olyan szociálisan rászorult családoknak egyszeri meleg étkezést biztosítani, akik nem tudják máshogy megoldani az étkeztetés feladataikat, természetesen térítésmentesen tudnak majd hozzájutni ehhez a melegebédhez. Terveink szerint a Vörösmarty utcai épületben, az idősek gondozására szolgáló épületben történik majd az ételeknek a kiosztása. Úgy gondoljuk, hogy valamikor április hónapban erre vonatkozóan már a helyi szabályokat is meg tudjuk alkotni, és bízunk benne, hogy április közepén, április vége felé ezt a szolgáltatást a rászorultak számára biztosítani tudjuk.